És így a reklám után újra köszöntök mindenkit itt a Dalnokok Ligájában, elsősorban a résztvevőket, a nézőket, és nem utolsó sorban a zsűrit, hiszen most rajta mindenkinek a szeme, úgyhogy Gundel Takács Gábor rajta. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy nincs könnyű helyzetben a zsűri, hiszen a két produkció nem sok mindenben hasonlított egymásra. Például mondhatom, hogy egy társadalmi probléma csapott össze egy egyéni vágyjal. Új Péterre nézek kérdő szemekkel, benned bízom elsőnek. Na, Gábor, ki se néztem volna belőled. Két teljesen más műfajban adta elő magát a két versenyző. A Robiék nagyon szellemesen a magyar gangster rappet figurázták ki, konkrétan leginkább a Dope Man paródiájának tekinthető ez a kis előadás, és ami nekem nagyon tetszett benne az az, hogy azokat a lehetetlen nyelvi megoldásokat erőltették, ami a Dope Man-t is jellemző, hogy véletlenül sem esik egybe a magyar nyelv hangsúlyával, azok esnek egybe a magyar nyelv természetes hangsúlyával azok a hangsúlyok, amiket a Dope Man használ. Tehát rögtön a beköszönő mondat, hogy a legnagyobb rapper én vagyok. Hering. Külön kiemelném a papucsot, ami nagyon helyén való, fehér zoknival, ahogy kell, a török doktor úron. Én hipohonder vagyok, engem már erre kiráz a hideg. Tehát egy kórházat, hogy ilyen papucsot másik, látok nekem. Hát a másik papucs az lett volna az a fehér klumppal, a klasszikus. Vagy ez, vagy az, ezt úgy tudtam volna csak meg, hogy egyik lábára ilyet vesz, a másik lábára. Ez sokkal kényelmesebb volt, a fő probléma. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy én sajnos körülbelül egy hónappal ezelőtt voltam kórházban, majdnem egy hétig. Na most meg kell mondjam, nem így néz ki egy kórház. Lehet, hogy ti ezt nem tudtátok, de itt a óriási eltérés. Bent voltam egy hétig, mert ha mondjuk így nézett volna ki, tehát most a hölgyekre gondolok, lehet, hogy én még most is a kórházban... Na, erről szól az egész. De egyáltalán örültem, hogy kijöttem. Gyuri? Szerintem ez két teljesen jó típus rapper volt. A Robiéknél van ez a valódi rapper, az utcai, aki csak szeretne olyan lenne, mint a másik, aki viszont ez a slágerlistás A-rapper. Tehát ne ússzuk ezt meg, ugyanis én ennek alapján nem fogom tudni eldönteni, hogy melyik az igazi. Mert hogy nekünk, ha jól értem itt Magyarországon, mind a kettő tök ugyanaz. Nagy Feró készülődik az ő papírgyával. Nem nagyon készülődöm, mert irigykedve néztem mindkét produkciót, szerintem világszínvonalúak. Én ha akármit csinálni, soha nem tudnék ilyen jót csinálni, úgyhogy gratulálok nektek. De másba se. És most... Ja, Isten. De humorban azért még mindig jobb vagyok, mint te, de mindegy, na menjünk tovább. Ez az. Szóval hadd mondjam el, hogy emeljem ki a Hamza Zolit, aki a szöveget írt a Robiéknak. Szerintem fantasztikusan jó ez a szöveg. Akár megállná a helyét nyugodtan a Dope Man lemezén is, vagy bárhol. Tehát bármilyen lemezen. Bár annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye igazodva ehhez a műsorhoz csak egyetlen egy félős köcsög volt benne, a többi csúnya szót az kimarad. Hát szerintem az a legjobb benne. Igen. Figyelj köcsög, szólt oda nekem. Hát nekünk. Azt a részt én írtam, hogy figyelj köcsög. Úgyhogy szerzői jogaim. Köszönöm. Az is bizonyítja a Szikorák produkciójának a hitelességét, hogy a Clio-val a szám előtt konkrétan konzultálnom kellett a szövegről, mert egy rakás szót nem értett belőle így, hogy Gágyi, Bulcsa, Suska, Smasszer, Gágyó, Vaker. Ez is csak az bizonyítja, hogy egy komoly rétegnyelvből vették ezt a szöveget, úgyhogy nagyon autentikusan hatott itt. Lehoczki urat megkérdezem, hogy melyik számnál hogy viselkedett Mancsot a sor végén? Vagy már nincs, már kiszaladt szegény? De már kiment, jó van. Hát ezek után Gáborom, amit itt látott, jó. Ne haragudjál. És mikor ment? Is öregkorral köszönt. Mikor ment ki szegény kutya? Hát ő a kezdetén, mivel 250-szer jobb a hallása, mint az emberi, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy... És nem vagyunk mi állatok, nem? Hát az ideális zsűritag egyébként. Most igazából a vészhelyzet számára nem ez természetesen, de én tényleg csak gratulálni tudok mind a két csapatnak, és büszke vagyok arra, hogy én adhattam a feladványt nekik, és főleg arra, hogy egy ilyen rutinos zsűri mellett tényleg én sem tudok már mit mondani, csak élveztem az előadást. Majd készítünk erről egy oklevelet. Nos, hölgyeim és uraim, kiveséztük, ugye mi nem voltunk rossz májúak, de a vesénk az mesés, ugye rossz májú vagyok, a vesém sem mesés, énekelt a bombon, hát erre próbáltam reagálni. Nem tudom, valaki emlékszik-e még erre a sora. Nincs? Hát akkor mindenki döntse el szépen lassan, hogy melyik gombot fogja megnyomni, de előtte Levente.
könnyű kis felvezetés után, ha már én említettem, hogy egy picit rólam is mintázták a szöveget, tehát szeresd a testem, egy könnyű vonalvezetéssel szeretném önöket arra rábírni, hogy telefonálnak, ugye hát szimpátia vonalunk él és virul, és arra vár, hogy felhívják, vagy küldjenek egy SMS-t, ugye, erre a telefonszámra minden előadónak van egy külön telefonszáma, és önök, ha szeretnék továbbítatni őket negyedikként, akkor semmi más nem kell tenni, mint ide repíteni egy könnyű kis SMS-t, vagy felhívni bennünket. Ennyit gondoltam információs részként, most pedig visszaadom a szót és a lehetőséget a zsűrinek. Hát most már nyomni kell a gombot. Szikora Robi, vagy a Gidák, illetve nem, Szikora Robi és a Gidák, az egy másik választás, bocsánat, vagy a bombot. Hölgyeim és uraim, tessék! Nos, hát lássuk ki, kire adta le a voksát. Új Péter? Én itt Die Hard Szikora rajongó lettem, de bombonra szavazott. 1-0 a bombonnak, Hegyi Gyuri. Robi, 1-1. Nagy Feró. Gidák. 2-1. Vagy 1-1-1? Nem, 2-1. Kisvári Feri. Nyomtam a gombot, ezúttal a bombon. 2-2. Ági. Bombon. Bombonnak fél időben. Herceg Zoli. Dobmen Robert. Dobmen a Robert. Dobmen Robert. 3-3. Jó, vagy csak lefordítottam. Clio. Elbűvölő volt az aranyos kis hülye majom. Úgyhogy bombon. 4-3. Forgács Gábor. Hát én arra az úrra szavazok, aki úgy néz ki, mint a Városligetben az Anonymous szobor. Robi. 4-4. Fekete Laci. Szikora Robi. 5-4. Szikora Robinak. Lehocki úr. Hát én a bombonra szavazok. Bombon! Ez az egy, ami egyezik a két csapatban. Mindketten 5 pontot kaptak. Döntetlen lett az összecsapás. 1-1 pont jár mind a két társaság. Közeledünk a mai forduló végéhez, és sikerült ismét áttáncolnunk az estét. Most két olyan csapat következik, akik a negyedik fordulóig veretlenek voltak. A Groovehouse és a Nox érkezik hamarosan. Kedvenc műfajomban a rock and rollban mutatják meg magukat, és a dal a Dove l'amore. A téma meghatározója dr. Domján László, orvos, agykontroll oktató. Köszöntelek, László. Kezdhetném azzal, hogy doktorban maga szíve sose fáj, de ezzel én nem kezdem, hanem egy nagyon régi dilemmámra szeretném, hogyha rávilágítanál, hogy van-e különbség a női és a férfi agy között? Sok különbség van a női és a férfi agy között. Például a nőknek a jobb agyféltekében is van beszédközpontjuk. Talán ez az egyik oka, hogy többet beszélnek, mint a... Elnézést, ezt néha én érzékelem is itt, miközben ugye azt hittem hasbeszélő, de ezek szerint az agya beszél. Aztán lényeges különbség, hogy egyszerre több dologra tudnak figyelni. Tehát, hogyha például fölteszel egy nő fejére és egy férfi fejére egy fejhallgatót, és a két oldalra különböző szavakat mondasz, a nő mind a kettőt vissza tudja mondani, férfi csak az egyiket. Kedves László, mi lesz mégis a téma, a feladvány, amit a zenekaroknak elő kell adni? Stílszerűen agyvihar. No, erre akkor készünk, tehát a téma? A téma tehát agyvihar. Köszönjük szépen! Doktor úr, foglal helyet a zsűriben, mi pedig folytatjuk, hiszen Zsú, ahogy mondta, tényleg veretlen csapatok jönnek, veretes formát próbálnak nekünk mutatni. Elsőként már is itt van Judy és Zsolti, azaz a Groovehouse! Ma mi ülünk be győztesen a diványra, egy igazi diványnal, Cry Baby! We'll be right back.
nyertem meg Groovehouse, úgyhogy gratulálunk is nektek. Gyertek, foglaljuk egy picit együtt helyet. Tomi dicséri a Nox produkcióinak nagyszerű koreográfiája, de azt hiszem a Groovehouse nem lesz könnyű túlszárnyalni. Érkezik a Nox! John Travolta-ra várok a Vidán parkban, azt hiszem hiába vár ott egy jó csaj, éjjel és nappal. Groovehouse klubban várom, messze még a hajnal. Táncolnánk éjjel, ráznánk egy hétig, ahol a rock and roll music hangja szárnya végig. Ágyamba pár kör, s az érzés rám tör. Agyamban viharkom bor, rép pomád, és látsz nekem a vég. Bele az agyba is túl szép, hajtamon ég a filmstar csókja. A filmstar csókja. A kertben, örök zöld ebben, én mégis sorra várok itt grízzel zsebemben. Táncolnánk éjjel, ráznánk egy hétig, ahol a rock and roll music hangja szárnya végig. Ágyamba pár kör, s az érzés rám tör. Agyamban viharkom bor, rég pomád, és látsz nekem a vég. Bele az agyba is túl szép, hajkamon ég a filmstar csók. Mindkét produkció alatt láttam önfelett arcokat a zsűri soraiban. Vajon mire gondoltak közben, Gábor? Hát azt te tudnád, hogy mire gondoltunk közben. Ugye itt felvetődött a kérdés, hogy Anna vagy Béla, Judy szerint a végén Béla. Megkérem a zsűri tagokat, hogy ha már itt van ez a kis szerkezet, hogy az A-gomb, mint Anna, B-gomb, mint Béla megnyomásával, szavazzunk már arra, hogy a többség szerint Anna vagy Béláról meg van kell szó. Igen, de akkor valamit hagyd mondjak, ha kiderül, hogy Anna, akkor viszont szóljunk a teknőnek, mert megtalálta az igazit. Nyomjátok meg, légy szíves, jó, hogy Annáról vagy Béláról van szó. Az is lehet, hogy akkor is, ha Béla. Na, lássuk a gombnyomásokat. Egy hiányzik, a Feroé hiányzik. Igen, mert én Annabellának láttam. Hát azért hozzátenném, hogy felül Anna, alul Béla. Na most ez így van egyébként, mert a zsűri szavazása szerint 5-5 arányban Anna is és Béla is. A táncos, nem tudom, hogy a... Ki lehet próbálni? A doktor úr talán agykontrollilag átlátja ezt a kérdést, hogy most itt Annával vagy Bélával kell, hogy foglalkozzunk, vagy tök mindegy? Nézd, azt hiszem, hogy mindegy. A produkció szenzációs volt. Nagyon örültem, hogy két személyes hősömet megszólították a dalokban, az egyik Bud Spencer, a másik Marilyn Monroe, sőt a Bud Spencerbe töltött Marilyn Monroe az egy olyan gyönyörű költői kép, hogy itt helyben elérzékenyültem. Most ezt tessék megjegyezni, mert ez ritkán esik meg Új Péterrel, hogy helyben elérzékenyül.
Gyuri, vedd át tőle a szót, mert most már több egyszer igazítja a haját a füle mögé, és ezt zavarnak értékelem. Igen, és rám hullik a korpa. Dicsérni tisztem a Groove House-t. Azt vettem észre, hogy idáig az eddigi produkciók olyan kicsit olyan nekem fényképszerűek voltak. Egyébként tetszettek, tehát ez nem negatív ítélet, csak azt látom, hogy mindig olyan statikus volt a holmi. Most viszont irdatlan jövésmenés és ugra-bugra, amit külön köszönök, bár egyébként örökké szívembe fog égni az a november 7-ei, vagy május 1-ei, vagy nem tudom milyen fénykép, azzal a kis álló meneteléssel. Mind a két produkcióban benne volt az a szinte eszeveszett lendület, amit ez a zene, ami ezt a zenét jellemzi, viszont egészen másképp fogták meg a Judyék ezt a dolgot, ami kicsit ebben a dologban úgy érzem, hogy a hátrányukra vált, keveset mozogtat, keveset szerepeltek ők maguk, akik a lényeg ebben a produkcióban, és a fantasztikus Tündéri megint csak elkápráztató idevaló énekhang ezúttal egy kicsit háttérben maradt a produkció egy. Igen, nem most kitalálta ki a koreográfiát nálatok, Judy? Indián. Nagyon nagy hibát követett el. Megmondom őszintén, varázslatos vagy, és nekem hiányoztál a színpadról. Na most ezt elküldheted volna a CD-n is, tehát nem jó, hogyha nem te vagy a főszereplő. A Groove House, a szövegük nagyon jó pofa volt, és az első két sör, igen, azt tetszett... Sör, ugye? Sör. Jó, a sör. Jó, ide. Az első két sor. Nem sok különbségben. De hogy, most már tudom. Igen, az első két sor a görög abécével közdödik. Ez nagyon tetszett, de ez nem fog befolyásolni engem, gyerekek. Jó? De azért le a kalappal, megpróbáltatok. A Tamás. Annyira tetszett a fiú, olyan mélyen ült Travolta bőrében, hogy tényleg azt hittem, hogy őt látom. Végig esküszöm. Végig esküszöm, Gábor. Elhiszem, nem tudtam levenni róla az én személyim. Mondhatjuk azt, hogy Travolta a mezőnyt. Igen, mondjuk. Na jó, és azt nagyon tetszett, hogy annyira szerelmesen nézett a Szilvét, hogy tényleg ez, mintha most tényleg ott megszületett ezt a jelenet ebben a filmben. Nekem úgy tűnt, hogy ez hosszú idő óta az első olyan produkció, ami nem paródia irányból indult. Tehát nem az volt a sztori, hogy csináljunk valami vicceset, és akkor betolunk valami olyat, amit a néző nevet, belerakunk két szexet, meg három székletet, és akkor majd úgy elcsúszik, hanem úgy az egész úgy elkezdett működni történetként. Tehát a szövegnek eleje, közepe, vége volt valami dramaturgia, és az egész, ha jól értem, akkor ez kifejezetten történetnek készült. Jól látom ezt? Így van, így csináltuk meg. Akkor mi köszönjük szépen. Nagyon jó voltatok. Péter jelentkezik újfent. Én egyetlen egy észrevételt szerettem volna tenni, és magához a feladványhoz, mert hogy már én itt úgyis abban a szerepben vagyok, hogy aki a kánkán is csomót keres, bár itt nem kánkán volt, ugye, hanem rock'n'roll, hogy az agyvihar, mint feladvány, hát emberek, hát boruljunk az asztalra arccal, hát nincs ilyen magyar szó az Isten itt neki, hát ez egy tükörfordítás, egy szerencsétlen angolból brainstorming. Én mondjuk sajnos a munkámból kifolyólag reggeltől estig ilyenekbe ülök, hogy vagy brainstorming van, think tank, meg ilyen értekezet, meg olyan értekezet. Meeting. Itt is meeting, briefing, és ami nem azt jelenti, amire gondolsz, de hogy még itt is ezzel kell találkoznom, ez kész. Tehát. Ne siklódjunk már el, hogy a Anna Béla. Igen. Gyerekek, micsoda, most minek mondjam, cigálykerék, óriáskerék, tessem, mit szólsz, hát óriáskerék, mert hogyha te csinálnál, akkor legfeljebb olyan vagy, mire a kockacukor hanyat döntve, mit ugrálsz? Mit mozogsz itt nekem? Na most kérlek szépen, mint sport, nagyon sok sportesemény, mit szólsz maga a gyakorra, kivitel, ehhez az új izomzat, mit szólsz, mint? Hát ez mindenképpen zsíjelem volt, tehát e tekintetben mindenképpen növeli a pontok Ferike? Értékét. Feró, mit szólsz? Én nem értek, én focit szeretem, én nem értek a akrobatikához. Én attól féltem, hogy beszakad a színpad. 133 kiló. Na most, ha máskor nem, akkor amikor a Tamás beszélt, észre kellett, hogy vegyük fehér zokniát. És igen, éppen szólni akartam a Nox részről, kitűrő gondolat volt, illetve kitűrő észrevétel a fehérzokni, és a nyeles fésű, ami a falzsebben lapult, és a kellő időben elő is lett véve, és a koreográfiával nagyon egybe volt. Tehát amikor pördült, akkor fésült, ahogy annak lennie kell.
Most már azt hiszem, hogy a zsűritagok mindannyian szavakba öntötték a véleményüket. Ideje majd, hogy gombokba is öntsék, de előtte Leventének van kedves, újszerű mondani valója. Amíg ti gombolkodtok, addig én azt mondom, ne gondolkodjanak, akik otthon ülnek, ne is agyaljanak olyan sokat, hanem hívják szimpátia vonalunkat, és szavazzanak arra, akit ők nagyon szeretnének tovább juttatni negyedikként, és nem csak, hogy szavazhatnak, hanem nyerhetnek is minden héten, ha szerencsések. Mert hogy van nekünk hetente Dalnokok Ligája ajándékcsomagunk, amit ha valaki megnyeri, természetesen meg is kapja. Aztán kedvenceiktől dedikált CD-ket is nyerhetnek, és a 9. adás végén pedig 2x2 darab jegyet a Bajnokok Ligája következő idényének 2 külföldi mérkőzésére, valamint még egy laptop is az önöké lehet, ha szerencsések, hangsúlyozom. Tehát szavazzanak, avagy SMS-ben, vagy pedig telefonon keresztül adják le voksaikat, és ezzel kedvencüket negyedikként tovább juttathatják, és a zsűri kíváncsi vagyok, hogy sikerül dönteni. Nos, kedves zsűritagok, hát akkor lássuk. Groovehouse, avagy Nox, ez itt a kérdés, most lehet nyomni a gombokat. Köszönöm szépen, megszületett. Annyit hadd mondjak el, hogy ez a két csapat eddig még senkitől sem szenvedett veresége, tehát két veretlen gárda összecsapásáról van szó. Vajon így marad-e? Lássuk, ki kire szavazott. Új Péter? Anna. Groovehouse. Groovehouse-nak értjük. Jól van, köszönöm szépen. Gyuri? Én Nox. Nox. Egy-egy. Feró? Nox. Egy-kettő. Nox. 3-1-re vezet a Nox. Ági? Én Grease rajongó vagyok, Nox. 4-1 a Nox javára. Zoli? Nox. 5-1. Clio? Sandy és John, Nox. 6-1. Forgács Gábor? Nox. Nox. 7-1. Fekete Laci? Groovehouse. 7-2. Doktor úr! Groovehouse-ra szavaztam, mert több köze volt a feladványnak a szövegükhöz, bár zenéileg a Nox volt jobb. 7-3 arányban, hölgyeim és uraim, ez az összecsapás! A Nox nyerte! Övék a 3. Befejeződött az 5. forduló. Lássuk, hogy hogy áll a tabela. Első helyen 12 ponttal a Hooligans. Második helyen 10 ponttal a Fiesta következik. Harmadik 9 ponttal a Nox. A negyedik helyen a Bombon 8 ponttal. Ötödik MC Hammer és a Teknő 7 ponttal. Hatodik a Groovehouse 6 ponttal. 5 pontja van és a hetedik helyen áll Szikora Robi és az Ergo Gidák. 8. a Romantik 4 ponttal jobb gól különbségével előzi meg a szintén 4 pontos Mari Zsuzsit, és a mezőny az Animal Cannibal zárja. A 6. a fordulóból csak ízelítőképpen hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Fiesta és a Bombon egymással mérkőzik majd cigányzenében, viszont a Romantik Szikora Robival technózni fog. A zsűri már annyira izgatott, hogy haza sem megyünk addig. Jövő héten szombaton ismét várjuk Önöket a Dalnokok Ligája 6. fordulójába. Csillagfényes, mámoros jó éjszakát kívánok mindenkinek. Hát ne aludjanak éjjel-nappaliban, és ne feledjék az aranyszabályt, fülre lépni tilos, és gondoljunk mély együttérzéssel arra, hogy vannak emberek, akik még élnek az esőben. Tehát foglalja esténként mindenki imába, jövő héten újra Dalnokok Ligája. Nem derül ki rólunk még. Itt van a hely, mindenki.
műsorral kapcsolatban további információt